Két hét múlva kezdődik Budapesten az atlétika világbajnokság, ahol Magyarország legjobb és leggyorsabb atlétái igyekeznek dicsőséget szerezni honfitársaiknak. Pápán a futóknak két héten keresztül kiváló körülmények között zajlott a finom hangolás a VB-re. Itt jelen pillanatban a férfi és a női 4x100 és a 4x400-as, illetve a mixváltónak a tagjai készülnek. Utolsó ilyen közös összetartásunk, edzőtáborunk ugye a VB megméretés előtt itt. Most már csak egy-két héttel. Mindenki nagyon keményen dolgozott. Itt azt gondolom, hogy az utolsó símítások voltak a váltásoknál, főleg a rövid váltóknál. A hosszú váltóknál is ugye még most alakulnak ki igazából a sorrendek, és ahhoz képest történtek váltások, illetve közös edzések. Mindenki nagyon rendesen dolgozott, úgy érzem, hogy jó állapotban lesznek, és másnap legalább országos csúcsokkal tudjuk fölvenni a versenyt a többi versenyzővel, külföldiekkel. Mennyire volt ideális a helyszín ez a Pápai Sportcentrum? Azt gondolom, hogy itt minden adott, hogy jó munkát végezzenek. A körülmények teljes mértékben rendben vannak. Nagyon jó volt még a nagy melegben, itt ugye ez a klimatizált futófolyosó. A szállás nincs túl messze, tehát közel van, át lehet sétálni. Körülmények teljesen ideálisak szerintem, hogy komoly, jó munkát lehessen elvégezni, sikeres felkészülés legyen. Beszéljünk az ön tanítványairól is, hogy kik ők és mire lehetnek képesek, mi az elvárás velük szemben, egyáltalán van-e? Az én konkrét tanítványom a Csóti Justina, ő a 4x100-as lányváltóban fog ugye szerepelni. A lányok már idén azt hiszem kétszer javítottak országos csúcsot, na most itt a VB-n ugyanez ezt szeretnék elérni, hogy országos csúcsot fussanak. Nagyon-nagyon nehéz lenne, azt gondolom, 8-as döntőbe jutni, nem elképzelhetetlen. A fő feladatuk, hogy országos csúcsot minél jobban megjavítani, illetve olyan helyet elfoglalni a világranglistán, hogy kvalifikálni lehessen a jövő évi váltó VB-re a Bahamákon, ahol ki lehet harcolni, és ez lenne a fő cél, hogy az olimpiára is kijussanak. A másik tanítványom a Molnár Attila, aki idén 400 méteren országos csúcsot futott, ugye olimpiai szintet is, úgyhogy jövőre szabadon lehet készülni, nem kell ugye a szinttel foglalkozni, hanem már konkrétan az olimpián lehet készülni. Ő neki egy nagyon hosszú VB szereplése lesz, úgymond, mert ugye rögtön első nap délelőtt már lesz egy mixváltó előfutam, és én azt gondolom, hogy itt van egy talán a legnagyobb esély a váltók közül, hogy a 8-as döntőbe kerülnek, ami rögtön délután lesz, utána egyénibe fog szerepelni. Én azt gondolom, hogy minimum középdöntőig fog tudni jutni, hogyha hozza azt az eredményt, amit ebben az évben végighozott 400 méteren. Még azt gondolom, nagyon-nagyon korai lenne egy döntőről beszélni, mert azért 400 méteren itt az amerikai, meg egyéb jamaikai sprinterek nagyon erősek, és ez a 400 nagyon erős. Nyilván jövőre az olimpián majd valahol ez lesz a célunk, hogy előrébb lépjünk, és ez minél közelebb kerüljünk. És aztán a 400 egyén után lesz neki még egy férfi 4x400, ahol szintén az a célunk, hogy a jó pár éve fönn lévő országos csúcsot megdöntsük, aztán meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Molnár Attila jó formában várja a VB-t, hiszen Cipruson 400 méteren új országos csúcsot futott. A 21 éves sprinter 45 másodpercen belül ért célba. Ez egyik legjobb edzőtábor volt az évben, így eredmények tekintetében. Ez köszönhető annak, hogy most már versenyszezon vége fele járunk, és csúcsformába kezdünk lendülni, szóval így az edzés munkákat úgy tudta megcsinálni, mire idén még úgy nem. Tehát a legjobb időket most értem el. Mindenképpen hasznos volt, és igazából itt ütött be, hogy jön a VB, mert eddig versenyről versenyre jártunk, de az, hogy még úgy VB lesz, az még úgy nem ütött be. Most viszont már, hogy így koncentráltan erre készülünk, és mindenki arról beszél, hogy az most a VB-re felkészítő edzőtábor néven fut, így már úgy kezd beütni, hogy úgy lassan VB van. Igyekeztem eddig az összes versenyemben a legjobbat adni, aminek ezek a valós időeredmények a bizonyítékai, szóval amiket eddig futottam, abban azokban nem hagytam benne egy időt sem. Kivéve az 23-as Európa-bajnokságnak ugye nyilván a kvalifikációs futásai, azok nem voltak maxos futások, azon kívül viszont az összes futásomban eddig szívem, lelkem benne volt.
Úgyhogy ennek köszönhető az, hogy sikerült kétszer is, vagy egyszer beállítanom, egyszer meg felállítanom az országos csúcsomat. Én szeretném ezt megdönteni most a VB-n. Kérdés, hogy a mix váltóban való indulásom mennyire fogja ezt 24 órával előtte befolyásolni. Én igyekszem így is a legjobb formát adni. És az, hogy Budapesten, Magyarországon lesz a VB, ez mennyi pluszt ad a teljesítményedhez? Rengeteget. Tehát amikor vagy az utolsó 100 méteren, vagy igazából a 400 méter egészen, amikor azzal a rengeteg emberrel fogunk ott együtt futni, akik ott szurkolnak, ez egy hatalmas nagy löketet fog adni. Szóval ez nem csak egy verseny lesz, bár próbálok úgy tekinteni, hogy ez is csak 400 méter, mert hát ez is csak 400 méter, de nem, ez nem az lesz. Milyen a stadion? Voltál-e már benn? Voltam, de edzeni még nem edzettem rajta, szóval még nem próbáltam ki a pályát, bár kétlem, hogy sokkal másabb lenne, mint más mondó pálya, amit már eddig használtam. Majd remélem, hogy lesz edzésünk bent, és akkor ki fogom tudni próbálni, de az atmoszférája, a hangulata, meg úgy, hogy így belép az ember, az egy nagyon felemelő érzés. Budapesten Molnár Jankáért is szoríthatunk, aki 400 gáton új U23-as magyar csúcsot döntött. Janka nagyon várja már, hogy magyar közönség előtt versenyezhessen. Szűk két hetet voltunk itt, ugye múlt hét kedden érkeztünk, és most pénteken fogunk hazamenni. A fő hangsúly az számomra most az állóképesség növelés, meg az erőnövelés volt egy úgy inkább. A gáttechnika lett volna még, de kisebb problémák voltak a hajlítómmal, szerencsére nem nagyok, de azt most inkább így háttérbe szorítottuk, és azt majd a következő két hétben fogjuk nagyon arra ráfeküdni, hogy az legyen még jól kisimítva. Összegségében szerintem amúgy mondható eredményesnek, de szerettem volna, ha jobban sikerül, ha meg tudom minden edzést csinálni úgy, ahogy kellett volna. Volt, amelyik sajnos nem sikerült, de negatívként egyáltalán nem fogom föl. Kicsit mesélj a korábbi időszakodról, mennyire volt eredményes versenyzés szempontjából, születtek-e jó eredmények? Születtek jó eredmények is, sajnos rosszak is, inkább a szezon elején volt jobb, a szezon másik fele, amikor az Európa-bajnokság jött már, az U23 Európa-bajnokság, akkor sajnos bejött egy betegség, ami eléggé visszalökött úgy a lendületből, de így ennek ellenére szerintem az se sikerült rosszul. A sík az jó volt, az egy csapat Európa-bajnoksági futás, ugye az egyéni csúcs, ami 23-as csúcs lett. Gáton nem sikerült még azt megfutnom, amit szeretnék én is, edzőm is, meg amit tudom, hogy bennem van. A világbajnokságon ugye, ha több mint valószínű, ugye kijutottam egyéni számban 400 gáton, a frissített világranglista alapján most 30. helyen vagyok. Még onnan is lesz egy pár, aki szerintem ki fog esni, mert még benne vannak azok, akikről tudni lehet, hogy gáton nem indulnak, úgyhogy nem tudom, hanyadik helyen leszek pontosan, de szerintem ez most már biztosnak mondható, az egyéni indulásom. És ezen kívül meg hát ugye ott van a 4x400-as váltónk, mind a sima női és mind a mix. Mindkettővel szeretnénk azért nagy sikert elérni. Konkrétumot én úgy nem mondok, így főleg nem másik ember három nevében. Szeretnénk szép sikert elérni. Az atlétika világbajnokságot augusztus 19 és 27 között rendezik Budapesten.